Köszöntöm a Kölcsér televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Világbajnokként érkezett haza Lengyelországból Tölgyes Dorottya. Nyíregyházán dől el vasárnap a Rally Európa bajnoki cím sorsa. Kisvárdán rendezték a Kárpát-medencei akadémiák rendszerének U13-as bajnokságát. Hazai pályán szenvedett vereséget a Szent Gotthárdtól az NTK. Egy győzelem és egy vereség az NKS eddigi idegenbeli mérlege. Legidősebb törzsszurkolójukat köszöntötték 87. születésnapján a cápák. Az érkezett Lengyelországból Tölgyes Dorottya, aki a csapatversenyben valamennyi ellenfelét legyőzve segítette aranyéremhez az Európa válogatottat a serdülő asztali tenisz világbajnokságon. Nagyon rosszul kezdődött igazából az egész világbajnokság számunkra, mi a legelső meccsen kikaptunk a legkisebbektől igazából, akivel a végén a döntőt játszottuk. És így főleg nekem igazából nem nagyon volt semmilyen tervem erre a versenyre, mert tényleg annak örültem már, hogy kijutottam, mert ez volt az egyik legnagyobb álmom, hogy egyszer nem is Magyarországot képviseljem, hanem egész Európát. És így nagyon-nagyon öröm volt, hogy már ez sikerült. Persze voltak így kisebb elvárások, hogy szeretnék egyéniben azért mindenképp főtáblás lenni, esetleg csapatban érmet szerezni, mert láttunk rá esélyt, de igazából azt, hogy megnyerjük, arra senki nem számított. Az nagyon nagy meglepetés volt, és nagyon nagy öröm is volt, hogy ezt végül sikerült megnyerni. Minek köszönhető szerinted hozzátéve, ugye, hogy te a csapatversenyben minden meccsedet megnyerted? Szerintem annak is köszönhető, hogy nekem azért kisebb vesztenivalom volt, mint mondjuk a többieknek. Például nálunk a román Zária, ő valószínűleg, vagyis mi arra tudunk gondolni, hogy ő azért nem szerepelt olyan jól a csapatbajnokságon, mert annyira nagy volt részére az elvárás, hogy neki kéne nyerni a meccseket, hogy végül pont fordítva sült el, hogy ő nem nyert meccset, hanem inkább mi hoztuk úgymond az eredményeket, és neki ugye azért nem is esett jól úgy a végén, hogy érezte ő, hogy nem tett hozzá sokat. Nekem meg tényleg nagyon nagy öröm volt, hogy úgymond viszonylag mondhatni sokat tettem hozzá, mert amit játszottam meccseket a csapaton nem buktam, és megálltam a helyemet úgy az egyes helyen is a döntőben, és igazából tényleg sokkal felszabadultam, játszottam, mint mondjuk nálunk a Zahariá vagy a Zarapovics, mert nekik azért volt egy elvárásuk, hogy nekik kéne ezt a meccset hozni. Én meg igazából úgy voltam, főleg a szingapúriak ellen, hogy játszok, és amire elég lesz, az lesz. Egy aranyéreme lett elég. Mennyire volt furcsa, hogy különböző stílusú ellenfelekkel kellett játszani nap-nap után? Először furcsa volt azért, főleg az, hogy egyéniben 4 nyerszet volt, és én még inkább csak ilyen 3 nyerszeteket szoktam játszani, és sokkal jobban kellett bírni ezt az egész nyomást, hogy tegyük fel, nekem volt egy olyan meccsem, ami 4-3 lett, és azért az eléggé elhúzódott, azaz 7 szett, és mindegyik szett ilyen nagyon-nagyon fej-fej mellett volt, és azért nagyon szoros volt, és ott azért éreztem én azt, hogy nem azt mondom, hogy le vagyok maradva a többiekhez képest, de így ilyen szempontból már, mint hogy ők azért már jobban bírják az ilyen több szettes meccseket, mint én is, hogy látszott rajtam, hogy ott nagyon megfáradtam, de így, ahogy így visszagondolok, tényleg mindenféle stílussal játszottunk, volt szemcsés, volt két oldal szemcsés is, és nagyon kellemetlenek voltak, és azért megszenvedni ott velük, utána rá egy órára megint egy meccsed van, azért az elég fárasztó volt. Az egyéniben elért 8. helye, mennyire vagy elégedett? Elégedett vagyok igazából azzal is nagyon, mert a kiemelés szempontját, ha nézzük, 11-12. Helyen voltam kiemelve, és már ha azt nézzük, én megkaptam pont a 2 szingapúrit, megkaptam egyet csoportban, utána meg főtábla első körében is a szingapúrit kaptam, de nagyon örültem nekik igazából, hogy őket meg tudtam verni, mert azért mégis szingapúri, Ázsia azért az nagy uralom szinte, és nagyon örültem, hogy velük nagyon jó meccset tudtam játszani. Igazából az, hogy kikaptam a Akel Kahútól, aki végül megnyerte, számomra az egyáltalán nem is csalódottság se semmi, mert szerintem kimerem jelenteni, hogy ez volt életem legjobb meccse. Tényleg utána jöttek oda is meccs után, hogy ne ezt hívják asztali tenisznek, hogy nagyon, nagyon jó meccset játszottunk, meg hogy hasonló stílus, és tényleg én nagyon meg vagyok ezzel elégedve.
világbajnoka van a Nyírbátori Asiének. Megszokták már ezt a mondatot, hogy még ízlelgetni kell? Ezt egy jó ideig még ízlelgetjük, és azt gondolom, hogy ez olyan mérföldkő a Nyírbátori asztali tenisz életébe, ami mindenképpen meghatározhatja a jövőt is, mert hogy amikor egy klub ilyen teljesítménnyel rendelkezik, amit a Dodó által fel tudott mutatni, az azt gondolom, hogy mutatja a munka, illetve a klubban végzett munkának az eredményességét, és én azt remélem, hogy ez végül is a Dodó esetében ez csak egy kiinduló állomás még, és később az ifjúsági, majd az azt követő felnőtt korba, és mutathatja azt, hogy igen, van reális jövőkép abba, hogy ő egy nemzetközi klassz, és lesz a felnőtt mezőnybe is. Eddig is ismerték Tölgye Dorottya nevét, most még inkább megismerték, megismerik. Itt Nyírbátorban tudnak majd minden feltételt biztosítani ahhoz, hogy kifussa, vagy befussa ezt a pályát, azt a karriert, amire predesztinált. Ez nem egy könnyű feladat. Ez azt gondolom nem, hogy egy nyírbátori léptékű városnak, de egy tőlünk sokkal népesebb lakosú városnak is egy komoly kihívás. De azt gondolom, hogy ebbe a kisvárosba minden feltételt megpróbál biztosítani egyrészt a városvezetés, a másrészt pedig a klub vezetése, hogy 18 éves koráig próbáljuk meg itt tartani Dorottyát, amíg a gimnáziumot be nem fejezi, és megpróbálunk olyan körülményeket teremteni, egyrészt az infrastruktúrába, másrészt a felszerelésbe, a harmadsorba pedig a személyi háttérbe, hogy neki ne kelljen hátrány szenvedni azért, hogy Nyírbátorban van. Nyíregyházán zárul az idei Rally Európa-bajnokság, amelyen mintegy 40 autó áll rajthoz. A pénteken kezdődő Rally Hungary a vasárnapi nyíregyházi belvárosi futammal fejeződik be. Az automotorsport rendkívül népszerű és rendkívül látványos, és minden családban vannak fiúgyermekek, de akár lánygyermekek is, akik bizony nagyon szeretik a technikai sportágakat. Úgyhogy amikor 2011-ben eldöntöttük, hogy hozzuk Magyarországra a legnagyobb sporteseményeket, világbajnokságokat, Európa-bajnokságokat, nem csak az egyéni sportágakra, hanem, és nem is csak a csapat sportágakra, hanem a technikai sportágakra is gondoltunk, és Hungaroringen ugye rendezzük a Forma 1-es világbajnoki futamot, túrautó világbajnokságot, ezen kívül kamion EB-t, és most már Rally Európa bajnokságot is fogunk rendezni, reméljük, hogy hosszú időszakon keresztül. Nagyon fontos, hogy az automotorsportot is népszerűsítsük, és ezáltal ugyan gazdasági hatásokat tudunk generálni, amely ugye ezt az értéket felismeri, és mindenkinek a pozitív hatásai ténylegesen megjelenik, nem csak sport szakmai, hanem turisztikai, gazdasági, országimázs, és hogyha nézzük a régiót, akkor egy ilyen jellegű sporteseményen ténylegesen bemutatásra kerülnek azok az értékek, amelyekre nagyon büszkék vagyunk, és hogyha ide ellátogatnak a sportolók, a sportvezetők, a csapattagok, vagy a sport szerető közönség, akkor biztos, hogy családokkal, barátokkal is szeretnének ezt követően eljönni városunkba, és egy-egy hétvégét, akár hosszabb időszakot is eltölteni. Több mint egy évtized szünet után rendezését Magyarországra a futamot. Mekkora sportdiplomáciai siker ez? Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy újra Rally Európa bajnoki futamot rendezhessünk. Gyakorlatilag fel kellett készíteni mind a rendezőket, mind a sportszakmát, mind pedig kellett egy olyan város, mint Nyíregyháza, aki mellék állt a céljaink eléréséhez. És most itt vagyunk, 2019-et írunk, és a tavalyi jól sikert kandidáló verseny követően ez most már ezen a héten egy Rally Európa bajnoki futam lesz. Nagy felelősség az is, hogy az idei verseny tökéletesen kerüljön megrendezésre, azt már láthatjuk, hogy nagyon nagy várakozásnak itt van a teljes élmezőny, itt fog eldőlni az Európa-bajnoki cím, a magyar versenyzők itt tudják megmutatni, hogy milyen, hol szerepelnek és hol állnak az európai ranglistán, úgyhogy nagyon nagy versenyt várunk, de fontos cél az is,
hogy mivel a kormány biztosította számunkra, hogy egészen 2023-ig garanciát vállal a jogdíj kifizetésére, hogy ez a verseny ne csak most, hanem a jövő éveiben is megrendezésre kerülhessen. Tavaly magyar bajnoki futamon már versenyeztél ebben a régióban, most Európa bajnoki futam, új kocsival a király kategóriában, milyen versenyre számítasz? Mindenképpen nehéz versenyre. A tavalyi évben nagyon kiegyenlített volt az időjárás. Idén ez egy picit változik, ahogy nézegettem, és több lesz a változékony dolog. Van egy pici előnyünk, hogy tavaly részt vettünk ezen a versenyen. Nehéz lesz, mindenképpen nehéz lesz. Az európai szinten is egy nehéz verseny elé nézünk, nem csak magyar szempontból. Kíváncsian várom azt, hogy hányan tudunk versenyképesek lenni az Európa elitjével. A horvátországi Jeszi csapata nyerte a Kárpát-medencei Akadémiák rendszerének U13-as futballbajnokságát Kisvárdán. A hazaiak mellett 7 határon túli együttes lépett pályára. A rendszer lényege, hogy a határon túli olyan alapvetően magyarok lakta, vagy magyarok is lakta területeken alakultak a labdarúgó akadémiák, amiket ugye többek között magyar állami támogatásnak köszönhetően, illetve a Puskás Akadémia szakmai felügyelete mellett, tehát gyakorlatilag egy egységes szakmai képzés irányvonal mentén szerveződik ugye a munka, és akkor ennek a rendszernek U13-tól U19-ig kialakítottunk egy tornarendszert, aminek ugye jelen pillanatban a U13-as korosztálya a Kisvárdán van egy állomása. Hány akadémiáról van szó, és mi a cél? Van egy nemzetpolitikai vonatkozása, ugye a magyarság összetartozásának az erősítése, és természetesen van egy szakmai cél, ami egyértelműen azt gondolom, hogy a magyar futball megerősítése vagy fejlesztésének a lehetőségének a kiaknázása. A rendszer az gyakorlatilag ugye felvidéken a Dunaszerdahely és a Komárnó, illetve a Komárom tagja a rendszernek, délvidéken Szlovéniába, Lendva, Szerbiába Topolya, ugye mint tudjuk jól Kárpátalján Munkács, és akkor az erdélyi, illetve a székelyföldi régiót pedig Csíkszereda képviseli. Milyen plusz motivációt jelent a gyerekek számára az, hogy ugye magyar anyanyelvükként esetleg a magyar válogatottság is eljutnak akár korosztály, akár felnőtt szinten? Örömmel mondhatom ezt, hogy a rendszer most már gyakorlatilag megérett oda, hogy van konkrét olyan U20-as romániai születésű, de magyar fiatal, akiért gyakorlatilag csatázik a két ország szövetsége. Reményeink szerint aztán majd a magyar címeres mezt fogja választani, de egyértelműen ez a cél, tehát hogy ezekről a területekről olyan magyar gyökerekkel rendelkező fiatalokkal tudjuk segíteni a magyar futballt, akik aztán akár válogatott szinten is le tudják tenni a névjegyüket. Ugye ez a mostani egy U13-as tornában az esztendőben lesz, ami itt volna valamelyik korosztály számára? Idén ez az utolsó, és akkor ugye bajnoki évben gondolkodunk, tehát ugye a 2019-2020-as szezonban aztán majd tavasszal jön az összes többi korosztály. Egy 8 csapatos U13-as tornának ad otthont itt a Kisvárdai Várkerti Stadion. Hogyan lett a labdarúgó akadémia ennek a tornának a rendezője? Másodszor vagyunk ennek a rendezője, legalábbis ennek a rendszernek, másik korosztályban. Tehát ez a Kárpát-medencei akadémiai rendszer által szervezett egyik korosztályos torna, ami most ebben az évben nekünk jutott, de ahogy az előbb említettem, már 2008-as korosztálynak ezelőtt 2 évvel rendeztünk tornát. Ezeknek a tornáknak igazából a rendszeren belüli ismerkedés, összetartás, szakemberek eszmecseréje, rövid egy-két napos együttlét az, ami megadja erre a lehetőséget, úgyhogy ennek vagyunk most a tanúi, elég érdekesnek tűnő verseny. Mennyire jó az, hogy ugyan az ellenfelek magyar anyanyelvű srácok, de azért más-más futballkultúrát képviselnek, hogy találkoznak egymással ezek a kultúrák? Azt gondolom, hogy más futballkultúrákkal való találkozás az mindig ad lehetőséget a tanulásra, egymástól való tapasztalat szerzésre, mint ahogy ez most is így van. Itt most gyakorlatilag ezen a tornán a balkáni, tehát a szerb-horvát, a közép-európai, itt gondolok a szlovák és a magyar, és valamint a kelet-európai, az ukrán futball kultúrák találkozása van éppen, úgyhogy éppen elég lehetőség van arról, hogy egymás futballkultúrájából el lehessünk. Bármi ugye
a mindennapokban vagyunk tanulni ennek a más kultúrának, hiszen nálunk azért 50-60 ukrán, vagy Ukrajnából származó gyerek van, és hát ugye tapasztaljuk azokat a különbségeket, amik jelen pillanatban a magyar és az ukrán gyerekek között például mentalitásban megvan. Hogyan működik egyébként a Vár Labdarúgó Akadémia és a Munkácsi Akadémia között együttműködés gyakorlatban? A Kárpát-medencei akadémiák rendszerének közös tulajdonsága, hogy a Magyar Köztársaság kormánya az, ami ezt a rendszert gyakorlatilag fenntartja és finanszírozza. Mi ránk úgy esett a választás, hogy a ukrán határ közelében vagyunk, tehát a nemzetközi átugrási szabályzat 50 kilométerre vonatkozó része az ránk tökéletesen megfelel, és így jutottunk megállapodásra a Munkácsi, akkor még csak futballklubban, ma már Munkácsi Akadémiával, amely jelentős fejlődésen ment keresztül. Gyakorlatilag már kialakított egy alközponti hálózatot Munkács környékén. Épül az akadémia Dercenben, 90%-ban magyar lakosságú településen, úgyhogy ott is komoly fejlesztések folynak. Ebből azt gondolom, hogy a magyar futball valamikor, nem most, de közeljövőben már hasznosulni fog, hiszen már azért hasznosult valamilyen módon ma is, hiszen a mi felnőtt csapatunkban már ebből a rendszerből játszanak is. És hát ha azt nézzük, hogy a 15, 14, 13, 12 éves korosztályink már első osztályba játszanak, és bizony megállják a helyüket az első osztályba is, akkor bátran tervezhetünk a közeljövőre arra, hogy 17-18 éves korukra már lehet benni gondolkodni. Mi volt az elvárás a házigazda csapattal szemben ezen a tornán? Igazából U13-ban még az eredményesség másodlagos. Nyilván az előbb említett különböző futballkultúrák elleni játék vagy azonosulás velük, azt gondolom, hogy ez valamilyen módon sikerült, de az ilyen 30 perces mérkőzésekben azért elég kiszámíthatatlan a mérkőzések végkimenetele. Mondjuk azt talán lehetne pozitív is, hogy az eszék az egy nagyon komoly utánpótlás nevelő bázis, hogy azok ellen döntetlent értünk el, úgyhogy nekünk is voltak azok komoly lehetőségeink, de hát a 11-es rugás az ilyen tornák azért elég sajátosak, tehát itt különösebb eredményt kitűzni az felelőtlenség. A Munkácsi csapat a Várdai Labdarúgó Akadémia partnereként van jelen ez a tornán. Hogyan épül fel az akadémiai rendszer Kárpátalján? Együttműködünk Kisvárdával, és már jó pár gyerek van Kisvárdán, Munkácson, meg Kárpátaljáról. Reméljük, hogy május végén, június elején már készen leszünk a kollégiummal, meg a pályákkal. Egy héten belül kell, hogy kész legyen az egyik műfős pálya, hétre rá a másik műfős pálya, és ahogy kész lesz az egész rendszer, az egész kollégium, meg a pályák, reméljük azután még több gyerekeket fogunk tudni adni Kisvárdán, meg Magyarországon. Kell toborozni Kárpátalján, vagy pedig jelentkeznek maguktól a gyerekek az akadémiára? Minél tovább, annál kevesebbet kell toborozni, mert a gyerekek is látják, hogy van tovább lépés Európába, Magyarországra, jelentkeznek nem csak Kárpátaljára, egész Ukrajnából, ha mondok még Krimből, Krimfélszigetről, akkor nem adok sokat, mert és ha kész lesz az egész akadémia, akkor még több jelentkezés lesz a gyerekektől. Csak a legjobbakat fogjuk venni, és a legjobbakat fogjuk adni Magyarországra. Ugye a csapat szerepel most ezen a tornán, milyen gyakran fordulnak meg a különböző korosztályos csapatok itt Kisvárdán, meg egyáltalán Magyarországon? Hát Kisvárdán gyakran vagyunk itt mindenféle korosztályokkal, az U19-től az U11-ig, 10-ig, az nekünk olyan, mintha hazajárunk, ide meg vissza Kárpátaljára. A Kárpát-medencei tornákon minden korosztály más-más ország csinálja a tornát, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovákia, most van itt Magyarország Kisvárdán. Reméljük, hogy kész lesz nálunk az akadémia, akkor mi is tudjuk fogadni a Kárpát-medencei akadémiákat, és ezek a tornák csak sok fejlődést adnak az összes játékosoknak, és a anyaországnak is reméljük fogunk tudni adni futbolistákat.
Hazai pályán szenvedett vereséget az NTK együttes a Szuperliga 9. fordulójában. A nyíregyháziak a Szent Gotthártól kaptak ki 6-2-re. Tudtuk előre, hogy ez a mérkőzés nem lesz olyan egyszerű, mint ahogy a tabellán elfoglalt helyek mutatják, ugyanis ilyen kieső jelölt csapatok azok fogalkörömmel harcolnak minden egyes idegenben megszerezhető pontért, és most sem volt ez másként. Én úgy gondolom, hogy egész jól sikerült számukra a párosítás, a felírás, és nálunk egy nagyon picit halványabb teljesítmények is előjöttek. Nem rossz eredményeket dobtunk, hanem egy picivel több kellett volna egyes játékosoktól, és így csapatfába sikerült felülmúlni bennünket. Rögtön az első 30-as széria után már 45 fás hátrányba kerültünk, nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, és majdnem azt lehet mondani, hogy ezt folyamatosan hurcoltuk végig. Olyannyira, hogy az első párban már 60 fával vezetett az ellenfél is 2-0 arányba, a középső párban Stier Tamás amennyi fával tudott győzni, mellette a Szojka Miki annyival kapott ki, úgymond az ellenfelétől, meg még egy néhány fát hozzátettek, és már a Fejér Bélával úgy mentünk pályára, hogy 71 fás hátrányunk volt. A Béla azt tudott faragni valamennyit a hátrányunkon, nekem azonban egyáltalán nem sikerült, abszolút fejfej mellett néhány fás eltérésekkel tudtunk csak meccsbe maradni, és nem sikerült redukálni azt a 71 fát, ami ezen a szinten borzasztóan sok, és mint látjuk, ezek a csapatok ellen is nem olyan könnyű hozni csapatfákat, és mindenképpen minden egyes fát meg kell becsülni már a kezdetektől, de mindenképpen mondhatom azt, hogy nagyon jól sikerültek a párosításaik, és még felcsillant a remény egy 4-4-es döntetlenre, de az utolsó tarolásban csak nem sikerült eltávolodni tőlük, így alakulhatott ki, hogy 6-2 arányban, azt mondom, megérdemelten nyert a Szent Gotthárdi csapat. Hiányozhat ez a két pont majd a végelszámolásnál esetleg? Igazából nem gondolom, hogy hiányozna, mert Győrben, amit sikerült behúzni meglepetésre, azt a pontot most azt lehet mondani, hogy elszórtuk. Nekünk nem a hátsó alakzat fele kell tekinteni, úgy gondolom, hanem egy stabil középmezőnybe tartozó csapat lehettünk volna, meg leszünk is. Most titkon azt mondom, az 5.-6. helyet már meg kéne, hogy célozz ez a csapat. Most egy kicsit távolabb kerültünk a 5. helytől, de mindenképpen nekünk azt lehet mondani, hogy nyugodtan tekinthetünk a következő mérkőzések elé. Van annyi megszerzett pontunk, illetve még lehet annyi megszerzett pontunk az utolsó két mérkőzés kapcsán, hogy nyugodtan térhetünk a téli pihenőre, úgyhogy mindenképpen a következő mérkőzésre kell majd koncentrálnunk. Az pedig Szolnokon lesz, egy olyan pályán, amely sok nyíregyházi játékos számára ismerős. Lehet-e győzelemmel távozni majd a Tisza partjáról? Szolnokon nagyon nehéz diadalmaskodni, a nagy csapatok is meg szoktak szenvedni, szokták ezt mondani ők is. Mindenképpen úgy megyünk oda, hogy szeretnénk diadalmaskodni. Több játékosunknak ez majdnem, hogy hazai pálya, gondolok itt a Fehér Bélára, aki ott edz, korábban nagyon sok évet ott lehúzott, de elmondhatjuk ezt a Magyarorsi Péterről is. Jó magam is több évet játszottam azon a pályán, és mellette a Stier Tomi is szereti a szolnoki pályát, úgyhogy mindenképpen egy kielezett mérkőzésre van kilátásunk. Bízunk benne, hogy jól sikerülnek majd a párosítások, és titkon én nyíregyházi győzelmet remélek. Egy győzelem és egy vereség a nyíregyházi kosárszoli legutóbbi két idegenbeli meccsének mérlege. Farkasinszki Gyuláni együttese a Kislenke Akadémia otthonában győzött, majd veresége szenvedett Baján. Kislenkéhez úgy mentünk föl, hogy a lányoknak szalagavatója volt, tehát nem igazán kipihenve érkeztünk, tehát ezért inkább nagyobb teher hárult azokra a játékosokra, akik ugye vagy az idősebb generáció, vagy a fiatalabbak, aki ugye ezen a rendezvényen nem vettek részt. És igazából elégedetek nem nagyon lehettünk, mert nagyon sok hibával játszott a csapat. És sajnos, hogy ez a mérkőzésen két játékosunk meg is sérült, a két Orsi, tehát a Farkasinszki és a Kovács Orsi, és ez egyértelműen rányomta a bélyegét a következő mérkőzésre, a Baja elleni mérkőzésre, tehát hogy Orsiát nem tudtuk elvinni, így palánk alatt egyértelműen sokkal gyengébbek voltunk, mint az ellenfél, és a Kovács Orsinak is azért a szervezőjáték, a kinti dobó formája az igencsak hiányzott azon a mérkőzésen. Így vereséget szenvedtünk, és igazából nem nagyon lehetett többet kihozni abból a mérkőzésből, főleg úgy, hogy azon a mérkőzésen 4 kadett játékossal kellett, hogy részt vegyünk, pontosan a sérülések miatt. Összességében nézve én úgy gondolom, hogy haladunk előre a megkezdett úton. Tehát ugye tudjuk most már beépíteni a kadettkorú játékosainkat is, csak ugye ott is arra kell figyelnünk, hogy nekik a juniorban is játszaniuk kell, és ugye egyszer-egyszer, ha bejátszanak az amatőr NB1-be,
azért figyelni kell arra, hogy ne legyen meg a túlterheltségük, főleg, hogy a kadettjeink az kiemelt bajnokságot játszanak, tehát szinte minden héten mérkőzésük van. De én úgy gondolom, hogy amit a csapat eddig teljesített, ez jó irányba mutat, tehát remélem, hogy itt azért az első részben, tehát itt az első 5-6-ban fogunk tudni majd a végén is végezni. A hétvégén a Diósgyőr U23-as csapatához utaztok velük, az elmúlt években rendben nagy meccseket játszottatok, most mire lehet számítani? Ugyanerre lehet most is számítani, tehát azért nekik megvannak most is azok a játékosaik, akik az ás kerettel edzenek, és ugye azok azért egészen más ritmusban dolgoznak, arra nem beszél, hogy ők nem annyi edzésszámmal dolgoznak, mint mi, tehát hiába tudunk mi nagyon sok mindent a kosárlabdából, tehát az a dinamikus, az erő, amit ők képviselnek, tehát az nekünk maximálisan koncentráltan kell játszanunk, hogy mi meg tudjuk őket venni. Én azért bízom benne, hogy a rutin és az, hogy most már legalább az egyik korsi játékra fogható, elég lesz ahhoz, hogy ezt a mérkőzés idegenben is nyerni tudjuk. Legidősebb törzsszurkolójukat köszöntötték a kék cápák 87. születésnapján. Berei Jánosnak egy meglepetés partin köszönték meg, hogy valamennyi hazai meccsükön ott van a pálya mellett. Nagyon örülünk neki, hogy ilyen szurkolóink is vannak, és tényleg Jani bácsi minden egyes mérkőzésünkön ott van. Nagyjából meg is szokta satszolni, hogy hány pontot fogunk nyerni, illetve azt is megmondja, hogy nehéz mérkőzés lesz-e vagy sem. Most a múltkor tévedett, mert a MEAFC ellen egy pontos hazai győzelmet jósolt, de szerencsére sokkal több lett, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy ott van minden mérkőzésünkön, és remélem, hogy nagyon sokáig ott lesz még velünk, és szurkol nekünk továbbra is. Mint sportvezetőt, edzőt, mint egykori játékos kérdezzek, hogy mekkora erőt ad egy-egy játékosnak egy-egy meccs előtt egy ilyen ragaszkodás? Szerintem nem kell, hogy túl ecseteljem, vagy túl fényezzem. Aki sportol, és aki közönség előtt sportol, mindenféleképpen motivációt és pozitív löketet ad, hogyha ilyen szurkolóink vannak. Annak örülnénk, hogyha nagyon sok ilyen szurkolónk lenne. Természetesen tudjuk, hogy ehhez az kell, hogy a mi teljesítményünk is olyan legyen, amivel kiérdemeljük ezt, és nagyon örülünk annak, hogy vannak olyanok, akik úgy látják, hogy megérdemeljük ezt a szurkolást és ezt a tiszteletet. A győzelemnél nem kell jobb reklám, ugye, ahogy Zsinórban győz a csapat, egyre több néző van, látom, most nagyon jó szériában vagytok, meddig lehet ezt nyújtani? Azt szeretném, hogy addig csináljuk ezt a dolgot, ameddig csak lehet, és addig nyerjünk mérkőzéseket, ameddig csak tudunk. Úgy gondolom, hogy ebben a bajnokságban ez most egy kicsit terhet fog jelenteni a srácoknak, de úgy gondolom, hogy ebben a bajnokságban mindenkit képesek vagyunk legyőzni, úgyhogy ha teljesen elégedett, akkor lennék, hogyha ez maximálisan végig tudna menni a bajnokságon. Természetesen tudom, hogy nem lehet mindig csúcsformában lenni, és lesznek hullámvölgyek, de nagyon örülnék neki, hogyha tudnánk ezt a csúcsformát minél tovább kitolni. Ennyi fért a mai sportszeletbe. Köszönöm a figyelmüket. Találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.